a mozaik, ahol a legjobb duma folyik. Ez a mozaik, itt megtudod, hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm a mozaik nézőit! Február 3-a a Magyar Rejtvényfejtők napja, melyre 2007 óta emlékeznek meg. Az Erdélyben is jól ismert Füles magazin ugyanis 1957-ben ezen a napon jelent meg először, amely egy heti lap volt, és minden vasárnap kézbe vehették a rejtvényfejtők. Az első keresztrejtvény ugyanakkor Magyarországon 1925. január 22-én jelent meg. Az angolok szerint a keresztrejtvényt Albert Wine találta fel a 19. században. A játék azonban az Egyesült Államokban indult igazi fejlődésnek. Az első, mai értelemben vett keresztrejtvények a New York World 1913. december 21-i karácsonyi mellékletében jelentek meg. Tavaszán vált nyilvánossá egy nagyon izgalmas gyűjtőhely, mégpedig egy padlásmúzeum Nyárádszeredában. A tulajdonos paraszti kultúránk egy-egy feledésbe merült porosodó darabját gyűjtötte össze, de emellett hadászati, főként világháborús tárgyakkal is megismerkedhetnek a látogatók. A neve jól leírja a lényegét, olyan tárgyak, kincsek találhatók itt, melyek sok helyen a padláson kaptak helyet. Fleischer Ildikó kolléganőnk a helyszínre látogatott, mutatjuk. A Nyárádszeredai Padlásmúzeum Bíró Zsigmond Sándornak köszönhetően valósult meg az otthonuk fölötti padláson. Néprajzi és köztük II. Világháborúból fennmaradt tárgyak gyűjteményéből. Mint mondja, nem egyedül övé az érdem, hiszen rengetegen segítettek a gyűjtésben és a tárgyak elrendezésében is. Ez egy másik padláson kezdődött, még a szüleimnél. Volt egy kisebb családi hagyaték, úgymond, ami úgy jött létre, hogy eladódott egy ház, és abból úgymond meglettek menekítve bizonyos tárgyak. És akkor azok nagyon megtetszettek nekem, volt otthon is egy olyan pici rész, egy olyan 20 négyzetméter, ami le volt padolva a padláson, és ott azokat kiállítottam. És úgy akkor az magával ragadott. Sándor és családja 3 éve él nyárádszeredai otthonában. Költözésük után az első feladatok között volt az, hogy ezt a padlást is lepadolják, és áthozzák ide a gyűjteményt, amely azóta is csak gyarapodik, és lassan ezt a padlást is kinövi. Először egyet szomszédoltam, aztán utána, hogy egyre több ember tudta meg, hogy ilyeneket gyűjtök, akkor nagyon sok felajánlás is érkezett. A feleségemnek a családja köréből is, ugye egy a szentmiklósi, arról a környékről is sikerült jó pár dolgot idehozni, és mellette hozzám került egy bajonett és egy tisztikard, innen kezdődött el a világháborús részleg gyűjtése is, ami nem túl nagy, tehát most inkább a néprajzi részre fektetem a hangsúlyt, de ez is most itt egy kis sarokba megtalálható. Az az igazság, hogy mindig is gyűjtöttem valamit, aztán ez én magával ragadott, és az, hogy sikerült olyan tárgyakat is újra megtalálnom, ami például a családomhoz tartozott, tehát a nagymamámnak a monogramjával ellátott tiló, az egy teljesen más érzést vált ki az emberből, mint amikor talál egyet a padláson. Tehát van egy személyes kötődés is, de nagyon vonzott mindig is a régmúlt. Néhány tárgy ugye évszámmal van ellátva. Ezek külön értékesnek számítanak, számomra is. Az egyik ilyen tárgy az egy lőpórszarú, amelyek csodálatos díszítése van. Leginkább a Kárpát-medencében jellemző ez a fajta díszítés. Megtalálhatjuk rajta a Szent Koronánhoz hasonló díszítőelemeket. Ezen egy 1705-ös évszám van, tehát ez egy igazán múzeumi darab. A világháborús részlegen leginkább bajonettek vannak. Kardok, kitüntetések, kulacsok, sisakok, térképek és katonai emléktárgyak. Ha ki kellene emelnem valamit, akkor ez a katonai emlék, amit tehát ezekkel szemben ezt meg lehetett vásárolni annak idején.
kivágták a fejecskéjüket, és ide ráhelyezték mindenki, hogy legyen megszemélyesített emléke a háborúból. Itt is ugyanezt láthatjuk, viszont ez házilag ki kellett hímezni még. Aztán látszik is, hogy az első mondat után ez sajnos abban maradt, tehát ez egy különlegesebb darab. Mivel Sándor is és felesége is az orvosi egyetemen végezték tanulmányaikat, egy kis orvosi részleg is található a múzeumban. Ezen kívül azt is megtudtuk, hogy a Zömében Nagybánya és Szatmár környékéről származó vasalók közül nincs két egyforma a készleten. A tányérokkal kapcsolatos érdekesség pedig az, hogy ezek még a monarchia idejéből származnak. Különösen értékes az, amelyen egy történetet vagy egy feliratozást láthatunk. Folytatva a szemlélődést, újabb ritkaságokat fedezhettünk fel. Ez például egy vaspapucsos ásó, ez egy elég ritkaságnak számító tárgy. Ezt utoljára 1850-es évek környékén használták, tehát amikor még annyira kevés volt a fém, hogy csak az ásónak az elejére tettek egy ilyen kis papucsot, úgymond. Ez a tárgy számomra nagyon érdekes volt, tehát már én sem értem ezt a kort, amikor ilyeneket használtak. Ezek úgynevezett gólyalábon, ezzel jártak, hát ezzel konkrétan Demeter falvára. Ugye akkora volt a sár, hogyha tisztán szerettek volna a cipőjüket tartani, akkor ilyenekkel kellett közlekedjenek. Mindig is vonzott mondjuk a képzőművészet, de nem vagyok tehetséges benne. Így pedig valamit úgymond létre tudok hozni már meglévő dolgokból, és úgymond megmenteni szeret, tehát az egy jó érzés, hogy megmenekül úgymond valami egy olyan padlásról, ami ez már 50 éve nem nyitottak fel az ajtót, és valószínűleg vagy elégetnék, vagy szétrohadna ott saját magától. Tehát egy óriási elégtétel az, amikor ide fel is jövök, vagy egy új tárgyat kapok, és elhelyezhetem ide a többi közé. És a másik, tehát ennél jobb dolog, amikor meg is tudom valakinek mutatni ezt, ugye akkor nyer értelmet ez az egész. A Nyárádszeredai Padlásmúzeum előzetes egyeztetés alapján látogatható. Sándor bárkit szívesen körbevezet, és legjobb tudása szerint adja át ismereteit az ott található különleges tárgyakról. Fiatal, fejlődni vágyó, céltudatos jelentkezők számára szervez fél éves képzést a St. George's Manager Club Marosvásárhelyen. Interaktív beszélgetések, előadások és különböző gyakorlatok segítségével a képzés célja a fiatalok jövőképének tisztánlátása, önismeretük, önbecsülésük, kommunikációs készségük fejlesztése, hogy minél professzionálisabban tudjanak helytállni a munkaerőpiacon. A képzés ötletgazdája és egy változást megélő fiatal nyelvtanár van velünk a stúdióban, Ambrus Tibor docens, illetve Popa Gitta. Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. És akkor indítsunk is, hogy ez nagyon érdekesen hangzik, hogy egyáltalán ez a téma előjön, és ezzel komolyabban foglalkozva van a jövőképnek a kialakítása is egyáltalán az, hogy tisztában lássanak a fiatalok. És első körben a tanár urat kérdezném, ugyanis nagyon érdekes, hogy már közel 20 éve itt tartózkodik Erdélyben, vagy hogy ugye ez változó, de mindenképp itt dolgozik Erdélyben, és miért tartotta ön fontosnak azt, hogy most elérkezzünk akár eddig, hogy foglalkozzunk a fiataloknak a jövőképével? Mit érzékelt ön itt ez a 20 év alatt akár a témában? Tehát itt a multivezető módszertannal szervezeteket képzünk, vállalatokkal dolgozunk, már több százal dolgoztunk, önkormányzatokkal, egyházakkal, és mindenütt azt láttuk, hogy nincs utánpótlás. Kritika nélkül, de azért a képzés azért nem magas színvonalú, a diákok nem nagy tudással jönnek ki az iskolából, és amikor a szervezetek keresnek jó embereket, fiatalokat, hát gyakorlatilag nem találnak. És itt nincs más megoldás, mint saját képzés. 20 évvel ezelőtt, amikor ön úgy döntött, hogy mégiscsak így Erdélyben megpróbálkozik azzal, hogy itt hogyan lehet akár a multivezető módszertanát átadni az embereknek, akkor miért döntött úgy, hogy aztán így 20 év lett belőle, gondolom már nem rögtön az első évben gondolt erre, de hogyan alakult ez így ki, hogy
ilyen szép számot tudhat maga mögött. Itt hozzá kell tenni, hogy bejártam Nyugat-Európát, és sokat dolgoztam ott, de az erdélyi emberek és az erdélyi környezet azért az nem pótolható. Tehát annak olyan egyedi hangulata van, olyan egyedi lelke van, amit máshol nem kapott meg az ember. De hát ugye minden pozitív együtt jár egy negatívval, mögötte pedig az van, hogy ez a nagyon kedélyes, jó hangulatú, kedves, aranyos emberek nem akarnak változni. És megszokták a régi... Mert ez a legnehezebb egyébként minden ember számára. Igen, és most már ez nem hogy hivatássá vált, hanem rögeszmévé, hogy a változást kell generálni a fiataloknak, és tanulásra, tanításra kell, mert a szervezetek nem kapnak jó embert. És ezért kell a fiatalokkal foglalkozni, és rászoktatni őket a változásra, és a változás mögött meg mindig a tudás van. Gitta, te például a saját életedben ezt hogyan éled meg? Te nyitott vagy akár a változásra? Azért jó pár, tehát pár területen már kipróbálhattad magad. Te megéled? Mert hogy ugye részt veszel te is mindenképp ezen a képzésen, és segíted azt. Hogyan kapcsolódsz te hozzá? Ebben a képzésben én úgy szeretném, hogy érezzenek a résztvevők, mint az a személy, aki pont egy változáson megy keresztül, mivel, ahogy a tanár úr is mondta, van bennünk az a... Hát folyamatosan nemet mondunk mindenre. Én azt hittem, hogy nagyon nyílt vagyok minden változásra. Őszintén azt hittem, addig, amíg nem találkoztam a tanár úrral, és bebizonyította, hogy mennyire nehezen változtatok szokásokon. Amikor jön egy ötlet, ami zseniális lenne, egyből egy picit úgy megjedek, és akkor azt mondom, hogy hát az nem. Vagy van hogy... a megszokott út, és akkor maradjunk annál. Igen, de én azt hittem, én tényleg azt hittem magamról, hogy minden újra nyitott vagyok. Igen, ami az én fejemben a rövid távú fejem el tud képzelni, abban valóban lehet, hogy nyílt vagyok. De amikor egy jövőképről van szó, hogy egy olyan valamit kellene változni, aminek lesz hosszú távon egy nagyon jó hozzáadott értéke ahhoz, amit teszünk, hát arra kellett rájönnöm, hogy nem igazán vagyok nyílt, és olyan rosszul esett, amikor úgy kiderült, hogy nem vagyok az. De, igen. Ami nagyon jó, hogy ugye rámutatott a tanár úr, nagyon-nagyon sokat kellett ehhez beszélgessünk, hogy megértsem azt, hogy de az nekem jó. Uh-huh. Hogyha nem úgy kezdem a mondatomat, hogy nem, vagy nem most, vagy hát nem de. Tudom. Ja, igen, vagy hát hogy... nem, de. Igen, pontosan. Mióta foglalkozol a kérdéssel egyáltalán? Mióta jött be az életedbe az, hogy akár a tanár úron keresztül a változásnak a kérdése is, hogy másképp állj hozzá? Az elmúlt évben, hát azt kell mondjam, hogy csodálom a tanár úrnak a kitartását, hogy hát azt hiszem, hogy fél évre volt szükség ahhoz, hogy én megértsem, hogy mi az, amit szeretne a tanár úr, hogy van egy, hogy azt szeretné, hogy szokássá váljon a változás az életemben, és azáltal, hogy kitartott, emiatt érzem úgy, hogy nagyon aktívan részt tudnék venni ebben a képzésben, hogy elmondjam, hogy ez az új, ez kell legyen az új szokás, hogy a változás kell legyen az új szokás. Mindig fel kell készüljünk, hogy kell változni. Neked már gyümölcse is van az életedben ennek, hogy ezt a módszert úgymond már valamennyire elsajátítottad? Hát én nagyon örülök, hogy a tanár úrral együtt ebben a multivezető csapatában én is részt vehetek, és ezáltal van betekintésem a szervezetekben, van emiatt úgy tudok összehasonlítani, teljesen megváltozott a perspektívám, egy csomó helyzetet teljesen másként látok, mint eddig. Nagyon egy eredményt mondhatok, hogy ugye ezen a képzéssorozaton, amit most amit szándékszunk megszervezni, ebben is aktívan részt tudok venni, mert az elmúlt évben annyi tapasztalatot szereztem a változás terén, hogy úgy érzem, hogy vannak emberek, akik valószínűleg, hogy az életük végén se érzik meg ezt, hogy hogyan kell betenni a változást az életedben. Hogyha már mindenkinek így, tehát tényleg kíváncsi vagyok, hogy honnan nagyon jó, hogy találkoztál a tanár úrral, és ő át tudta neked adni ezt a tudást, viszont én arra lennék kíváncsi, hogy a tanár úr életében mikor jött el az a pillanat, amikor erre rálátása volt, mert biztos vagyok benne, hogy ott is kellett lennie egy fordulópontnak, hogy ez megtörténjen. Hát ez születéskor. Tehát ez családi környezet,
a rengeteg olvasás, a rengeteg tanulás, a rengeteg jövővel való foglalkozás az automatikusan hozta, hogy tanulni kell, fejlődni kell. Tehát mi gyerekkorunkban egy tulajdonképpen egy könyvtárszerűségben laktunk, mert szüleim könyvekkel foglalkoztak, és amikor le kellett feküdni, akkor olvasni kellett, azt lehetett csinálni az ágyban, más nem, és rengeteg dolgot lehetett olvasni, és akkor az ember nyitott lett a világra. És ez a nyitottság, ez megmaradt, tehát én nekem az első tekintetem a könyvekre esett biztos, amikor megszülettem. Nagyon jó ez, hogy a nyitottság és a változás, mert valahogy szerintem a kettő szorosan össze is kapcsolódik. És akkor rögtön át is térnék arra, hogy ugye a képzés során talán másoknak is lehetősége nyílik arra, hogy ezt sajátjukká tegyék. Miért olyan fontos a tanár úr? Például mivel találkozott itt Erdélyben? Hogyan állnak a fiatalok ehhez a kérdéshez? Fiatalok pozitívan. Csak az a baj, hogy a családon belül nem igen látnak jó mintát. Tehát ha ki tudnak szakadni a családból, most ezt jó értelembe véve, tehát elkezdenek önállóan gondolkodni, és látnak a fejlődésre mintát, akkor partnerek. Hát a cégeknél csinálunk egy másik programot, azt úgy hívják, hogy Pegazus, ahol neveljük a jövő nemzedékét. Most is volt egy ilyen programunk, több cég vesz együtt rajta részt, és akik ebben részt vesznek, ez is egy elég hosszú és egy nagyon mély alapos, komoly felkészültséget igénylő kurzus, az lehet a cégnél a jövőben vezető. Tehát mi egy karriertervet is adunk a fiataloknak. Aki ezt nem vesz részt ezen, az nem lehet vezető a jövőben. És megszokják a vezetésnek a gondolkozását, és így is próbáljuk a fiatalokat előrehozni. Milyen kérdések merülnek fel, akár te a saját életedben milyen kérdésekkel, milyen falakba ütköztél, ami nem hagyta azt mondjuk, hogy a haladás megtörténjen, mert ugye akár egy pályakezdő számára is van egy ilyen perspektíva, hogy szeretne aztán valamerre haladni, nyilván nem szeretne senki sem megragadni ugyanazon a szinten, ahol elkezdi. Számodra mi volt itt a legnagyobb fal, amibe ütköztél? Biztos, hogy ilyen kérdések fel fognak merülni majd a képzés során. A legelső beszélgetésünk a tanár úrral arról szólt, hogy elmesélte, hogy volt egy könyv, amit írt, és hogy volt egy rész benne, amit egy másik személy ki szeretett volna egészíteni, és hogy javította volna azt, ami már jó. És arra jöttem rá, hogy ez az elmélet, hogy folyamatosan javítjuk azt, ami már rendben van, azzal azt hiszük, hogy az úgy van jól. Tehát, hogy nem látjuk meg azt, hogy ott már jól van, az ott kéne hagyni, mert az már egyedül meg teljesen meg tud élni. És akkor ez volt a kérdés, hogy hogyan kell észrevegyem azt, hogy már tovább léphetek? Mikor van az a következő szint? Mikor van az, amikor már hagyhatom ezt is, mert már ez is működik magától? Úgyhogy amikor szembesültem ezzel a gondolattal, hogy amikor már forogsz ugyanabban gátolja ez körben. A haladást azért ez nagyban. Ez a gát. Úgyhogy van egy pont, amikor már nagyon jól működik valami, akkor azt ott kell hagyni, működjön egyedül, és akkor tovább lehet lépni, és akkor jön a következő, és a következő. Erre van egy nagyon egyszerű megközelítés, a túlélezett kés az kicsorbul. Tehát mindig tovább kell menni, egy nagyobb kés kell élezni, és minden nagyobb kést élezünk, annál nagyobb a tudásunk, és nem a régit kell gyepálni, hanem mindig a régire kell az újat beépíteni. Milyen jó ez a mondat, ezt érdemes tényleg megjegyezni, és biztos, hogy még sok hasonló tényleg ilyen kincsre lehet majd találni, akár a képzés során, és akkor beszéljünk is erről, kiket vártok a képzésre, kik jelentkezzenek. A hirdetésben az úgy szól, hogy 16 és 30 év közöttieknek való, viszont már a mostani jelentkezők között is volt olyan, aki szülő megkérdezte, hogy de ő eljöhet? Hogy lássa meg, hogy hol vesz részt a gyereke, úgyhogy 16-30 a célcsoport. És
Ugye nekik, akik már akár dolgoznak valahol, de szeretnének váltani, nem tudják, hogy hol van a határ, ugye, vagy azok, akik még a jövőben fognak majd valahová jelentkezni állásra, hogy mit keressenek, hogyan tudják meg, hogy mi az a hely, ami nekik való. Mert hogy ez nem csak a pályakezdőkben merülhetnek fel ezek a kérdések, itt azért újra értelmezzük magunkat időről időre, már azok is, akik dolgozunk. Hát persze a cégeknél ezt csináljuk, csak az utánpótlás hiányát látjuk mindenütt. Tehát a főállásban a cégekkel foglalkozunk. Ugye, és itt a fiatalokat is ösztönözzük, mert ezt hát idézőjelben társadalmi munkába csináljuk, nem kérünk érte pénzt, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a fiatalok is érezzék a felelősséget, be kell fizetniük egy összeget. Azt hiszem, 400... Ez nagyon tetszett, igen, ez olvastam egy, én is a leírásban. Igen, egy 400 lejt be kell fizetni, és ha végigcsinálják a kurzust, akkor visszakapják. Ha nem, akkor elvesztették. Hogyha tényleg komolyan állnak a dologhoz, akkor megkapják, visszakapják. Tehát meg kell tanulniuk már most, hogy tétje van mindennek. Ez is hozzátartozik. Igen. Ez is a nevelésnek az egyik része, és ez végtelenül fontos. És akkor szülő kérdezte is, hogy most, ha visszakapja a pénzt, mert a gyerek ott lesz, akkor mi legyen? Mondtam, hogy adja a gyereknek zseppénznek, mert megérdemelte. Igen. Ilyen egyszerű módszerekkel lehet fejleszteni, pedig ez itt van a kezünkben, és nem használjuk ezt. Mire számíthatnak még azok, akik részt vesznek ezen? Én úgy fogalmaztam, hogy 6 hónapon keresztül zajló kurzuson. Pontosan. Amin fókusz lesz, az önismeret. Fogunk valószínűleg menedzsment alap gondolatokat is megosztani. Mindenképpen szeretnénk beszélni mélyebben arról a változás folyamatáról, amin keresztül mentem egy év alatt, mert az nagyon sok minden kellett történjen ahhoz, hogy ezt a lépést meg tudjam tenni. Úgyhogy a tanárról akkor el fogjuk mondani, hogy mi az, amit végig szenvedtem. És még mások is megosztják, ugye, a tapasztalataikat, mármint, hogy különböző olyan emberektől tanulhatnak majd így 6 hónap alatt, gondolom, akik valóban példamutatóak. Szándékszunk, igen, elhívni. Hát például a tanár. Talán még egy érdekesség, hogyha vele fél, hogy valamit el kellett volna indítani, és akkor hallottam a Gittától a nemeket, és akkor megmutattam a változásmenedzsmentnek a 10 alaptételét, hogy az emberek miért nem akarják a változást. Hm. És mutattam, abból ő 8-at produkált. Úgyhogy... Jó arány. Most már azért csökkentetted, gondolom, ezt az arányt. Érdemes újra megcsinálni a tesztet. Tehát akkor 6 hónapon keresztül, ugye havonta egy alkalommal lesznek ezek a találkozók, és a havi találkozók között különböző házi feladatokra, különböző gyakorlatokra is lehet számítani. Mindenképp izgalmasnak ígérkezik. Mikor lesz a kezdési időpont? Már nem marad sok időnk. A kezdés az február 9-én lesz. Úgyhogy a jelentkezést azt hiszem, hogy 6-áig van meghatározva, 6-áig lehet jelentkezni. Hol keressék a pontos infót, még ezt mondjuk igen, el. A St. George's Manager Clubnak a Facebook oldalán van egy Jövőkép fiataloknak cikk, és akkor azon belül van egy jelentkezési kitöltendő dokumentum, és akkor oda be kell jelentkezni. Kell egy pár sort írni, hogy mi a motivációt, hogy mit szeretnél itt elvárni, mit vársz el magadtól is itt, hogy hová fogsz érni a végén, és ott azt kitöltik, és az lesz az első lépés. Na hát én remélem, hogy tényleg minél többen és minél céltudatosabban vesznek majd részt ezen a kurzuson, és akkor megtörténhet az is, hogy az emberek nem abban látják a változásnak, vagy a sikerkulcsát, hogy elmenjenek innen Erdélyből, például a határon túl lenne a sikerkulcsa, hiszen itt is megtörténhet a csoda, és itt is a változással valójában sikereket tudunk elérni itthon is. Ez lenne a lényeg. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük. Legújabb rovatunkban a sportvilágába kalauzoljuk nézőinket. Az adrenalin ugyanis betekintést enged egy-egy sportág kulisszái mögé, emberi történeteken keresztül. Ma a hoki lesz a célpont. Nézzük, mit jelent a hoki a gyerekek számára. A Marosvásárhelyi Jegesmedvék Hoki Klub edzésén jártunk. Ha lehet mondani, hogy berobbant, ugye itt Vásárhelyen régóta nincs jégkorong, régóta nincs jégsport, van igény rá, van igény.
Öt korosztályt tudnak megemlíteni jelen pillanatban, a legkisebb korosztály az a 6 éves korosztály, 6-8, így kettesével ugrunk felfelé, 10-12, akiket most láttunk itt a jégen, ők a 12-es korosztály. A legnagyobb korosztály az a 14 éves korosztály, illetve van egy lánycsapatunk, ahol vegyes a csapat. Nagyon szerettem kocsiázni eddig is, és hát úgy gondoltam, hogy kipróbálom, és nagyon tetszik. Hát mert nagyon szeretek kocsiázni, és megtetszett. Hát 3 hónapja fokhízom, és ezért választottam, mert nagyon szórakoztató. És jó, szeretek fokhízni, igen. És kocsiázni is régebb óta tudok, és megkedveltem. Nagyon nehéz. Nehéz, tehát sok a provokáció. Nekem a kanyarodás egy kicsit, és az egy párszor, hogy más nem szokott lenni, csak hogy fordulni kell picit. Hát az elején volt a legnehezebb, most már egyre kezdek belejönni, de még mindig vannak kihívások, és próbálok fejlődni. Folytonos figyelés a kapuba, és hogy ne terelje semmi a figyelmemet. Csapatmunka. Csapatmunka, és hogy együtt harcolunk egy dologért. A lehetőségek nagyon jók. Amit lehet látni itt a sátortetős műegypályán, minden adott, minden lehetséges. Az érdeklődés, én azt mondom, hogy rendben van. Rendben van, még kell gyerek, még ezen dolgozzunk, főleg a kisebb korosztály próbáljuk megmozgatni, megszólítani ilyen 5-6 éves gyerekeket. Ezért most már a harmadik, negyedik korcsaoktatást is indítottuk. Most jelen pillanatban is folyik egy nagyon népes, egy olyan közel 90 gyerekkel korcsaoktatás. Ugye a fő cél az, hogy ezekből a gyerekekből, akik eljönnek a korcsaoktatásra, minél több fiúcskát, kislányt átkísérünk a jégkorongra. Ebben a korosztályban, ami most itt a hátam mögött található, az U12-es, itt rengeteg gyerek van, több mint 30 gyerek jár majdnem minden edzésre, tehát én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon is felkapott lett ez a sportág. Az edzéseket próbáljuk a gyerekek képességei szerint általában felépíteni, ez ugye úgy zajlik, hogy minden edzőnek megvan úgymond a korosztálya, aki megírja arra bizonyos napra az edzésterveket. Ezeket az edzésterveket általában egy órával azelőtt, hogy ide érkezünk, megmondjuk a kollégáknak, mindenkinek megvan a szerepe. Ez egy nagyon biztonságos sport, hogyha megnézik itt a gyerek, tetőtől talpig védő alatt van. Én azt szeretném, hogy minél több gyerek üzze ezt a sportágat, hogy minél többen megragadjanak ebben a sportágban, és hogy mindig mosolyra az arcukon térjenek haza az edzésekről. Tehát én imádom, nem akarom sosem abba hagyni. Na, addig, ameddig ki nem örögedik a hokiból, vagy hogy? Próbálunk fejlődni az egészen, és nagyon összetartóak vagyunk, nagyon jó barátok vagyunk, olyanok vagyunk, mint egy család. A mozaik után 7 órától híradóval várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is. Szia Emese, ma milyen hírekre számíthatnak a nézőink? Szervusz Laura! Véglegesítette a kormány a népszámlálási kérdőívet, melyben a magyar nemzetiség alkategóriájaként bekerült a székely identitás is, viszont a csángó identitás továbbra is az egyéb nemzetiségek választható alkategóriájaként szerepel. Tehát aki csángónak vallja magát, azt nem számolják a magyar nemzeti kisebbséghez. A Csángó Magyarok Szövetségének elnöke bízik abban, hogy sikerül magyar kérdezőbiztosokat delegálni a csángó lakta vidékekre. Mutatjuk a mai nap legfontosabb híreit, 7 órakor kezdünk, tartsanak velünk! Tizenöt éve az Unióban. Az elmúlt időszak Románia minden lakosának hasznos volt, derült ki ez alkalomból szervezett ünnepi ülésen. Minden magyar gyerek számít. Átfogó kampányba kezdett ismét az RMDSZ, hogy minél többen válasszák a magyar tannyelvű oktatást. Orbán Balázs születésnapjára emlékszünk. Életműve nem csak Székelyföld, illetve Erdély számára meghatározó. Erdély szerte szinte minden városban különböző kulturális programajánlatok közül válogathatunk, melyekre érdemes néha időt szakítani. Labanc Dávid a Kimenőben gyűjtött össze számunkra néhányat. Jó napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Ma február 3-a van, csütörtök. 1829-ben ezen a napon született báró lengyelfalvi Orbán Balázs író, néprajzi gyűjtő. Ma ünnepeljük a keresztrejtvényfejtőket is.
az első mai értelemben vett keresztrejtvények a New York World 1913-as évi egyik vasárnapi mellékletében jelentek meg. Önök a kimenőt látják Labanc Dáviddal és az erdélyi rendezvényekkel. Február 7-én délelőtt 10 órától a Kolozsvári Magyar Operában bemutatásra kerül az opera varázsa Wolfgang Amadeus Mozart, a Varázs füvola gyermekeknek című műve. Vezényel és moderál Toadare Kovács Dalma, rendező Gombár Anna Mária. Közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara, valamint Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa. Idén is hóvilágnapozni hívják a kedves érdeklődőket. Ünnepeljenek, sízzenek és snowboardozzanak együtt. Várják a 4 és 14 év közötti gyerekek jelentkezését, akik a hóvilágnapján sízni vagy snowboardozni szeretnének. Ez alkalomból ingyenes felvonóbérletet, valamint sí és snowboard oktatást biztosítanak. Ráadásként pedig a Csíki hegyi mentők csapatával közösen kipróbálhatják a túrasízést is nyerekben. Lesz játék, móka, kacagás, zene, melegte a zsíros kenyér, fánk, jó hangulat és egyéb meglepetésekkel is készülnek február 6-án Kissomjón. Szeretek lehetetlen fogadásokat kötni önmagammal. Színpadra vinni a suttogások és sikolyokat, a mozi történetének egyik legmegrázóbb kultuszfilmjét. Íme egy kockázat, melyet felvállalok, anélkül, hogy tudnám, hova vezet, anélkül, hogy tudnám, lehetséges-e a színházban újraalkotni a film által nyújtott, utánozhatatlan élményt. Fogalmaz Andrej Sérbán, a Suttogások és Sikolyok című előadás rendezője. Megtekinthető a Kolozsvári Állami Magyar Színház műsorában február 6-án 20 órai kezdettel. Én most búcsúzom, holnap a megszokott időben újra itt leszek. Tartsanak velem, viszlát! Ne feledjék pszichopercek játékunkat sem, hiszen minden hónapban 4 könyvet sorsolunk ki, melyet Kádár Anna Mária ajánl figyelmünkbe. Mindössze annyit kell tenni, hogy a Mozaik Facebook oldalán hozzászólásban megírják, milyen pszichológiai témára lennének kíváncsiak a pszichopercekben. Nézzük a felhívást! Azok között, akik ebben a hónapban is velünk játszanak, az alábbi könyveket fogjuk kisorsolni. Hát az első könyv, ami még szerintem aktuális, ez nem más, mint a Kreatív Önismereti Határidő Napló. Nagyon érdekes ennek a naplónak a szerkezete, hiszen egy út lényegében saját magunkhoz. A különböző időbeosztások mellett vannak ilyen kreatív, meg ilyen önismereti feladatok, ahova rajzolni is lehet, írni is lehet, milyen gondolataink vannak, milyen erőforrásaink vannak, úgyhogy ez érdemes akár a mindennapi teendőnk mellett kitölteni. A következő könyv, amit nyereményként ajánl fel a Kulcsuk könyvesbolt, illetve a Kulcsuk kiadó, ez Bagdi Emőke és Pap Jánosnak Ma még nem nevettem című könyve, a humor, a derű, az életörömnek a szerepe a saját életünkben, hogyan válhat ez valahogy a mindennapi élethelyzeteknek a sava borsává. A harmadik könyv, amit szintén ki fogunk sorsolni, ez egy nemrég megjelent könyv, Vágyi Petrának a Sémáink fogságában című könyvéről van szó. Hogyan lépjünk ki az ismétlődő forgatókönyvekből, egyáltalán hogyan tudjuk ezeket felismerni, mi ezeknek az eredete, és milyen konkrét lépéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy ezeket a forgatókönyveket felülírjuk. És a negyedik könyv, ez az én utolsó könyvem, a Valódi példaképek. Ez azért is kedves számomra ez a könyv, mert hogy ebben igaz, valós történeteket olvashatunk a kitartásról, a bátorságról, a kudarcokkal való szembenézésről. Rajnai Rebekának az illusztrációi díszítik ezt a könyvet, és itt van Bencének ez a fotóobjektíve, ami teljesen élethű, meg itt vannak a kis ürgék, amiket összegyűjtött a Ferihegyi reptéről, na és a többi az kiderül majd, hogyha elolvassák ezt a könyvet. Úgyhogy játékra fel! Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, műsorunk végéhez érkeztünk. Holnap Zsigmond Magyari Izabella várja majd Önöket 18 óra 20 perckor, tartsanak velünk akkor is. Szép estét, a viszontlátásra!